Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és gondolom, Önökön is átfutott az a hangulat, amikor ideindultak, hogy találkozunk Erzsikével. Tulajdonképpen hozzájövünk. És ez a pandémia, ez a sok hónapi elzártság az oka annak, hogy nem találkozhattunk vele az elmúlt egy évben. Most mégis szellemiben és lélekben is őt idézzük, amikor ünnepre gyűltünk össze, hiszen egy könyvbemutató mindig ünnep. Egy ilyen emlékkötet bemutatója viszont igazán életünk magaslatai közé tartozik. Úgyhogy ezzel a szeretettel és szívemben az örömmel köszöntöm valamennyiüket, és kérem föl Vashegyi György elnök urat, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, mondja el köszöntőjét, amiként a kötetben is tőle kaptuk a köszöntő sorokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Klára asszony! Ez az alkalom eszembe juttatott egy alig évvel korábban történt örömteli pillanatot. A szomorú alkalomról gondoljunk az örömteli pillanatokra, javaslom ezt mindannyiunknak, pontosabban egy nem is pillanatot, egy estét, amikor 2019. áprilisában tagozatunk a zeneművészeti tagozat szervezésében Szőnyi Erzsébetet 95. születésnapja alkalmából szerzői esttel köszöntötték zenész, művész, szerzőtársai, barátai, tanítványai és számos tisztelője. Ünnepeltük és méltattuk őt akkor életművére, különleges személyiségére, hálával, szeretettel és büszkeséggel gondol a Magyar Művészeti Akadémia. Most az a feladatunk, hogy emlékezzünk és éltessük tovább azt a szellemiséget és tudást, amelyet ő képviselt. Javaslom, hogy ne hagyjuk veszni a hatalmas életművet és zenepedagógiai munkásságának számos világra szóló eredményét. Szőnyi Erzsébet már az egyesületi időkben szinte az első perctől a Magyar Művészeti Akadémia része volt, és a köztestületi válás után a tagozat, a zeneművészeti tagozat oszlopos tagja. Ezért kiemelten fontos tagozatunk számára, hogy az MMA zeneművészeti díja 2021-től kezdődően a Szőnyi Erzsébet díj elnevezést kapja. Én büszke vagyok arra, hogy a zeneművészeti tagozat egy emberként Szőnyi Erzsébet nevét választotta erre. Szerintem ez egy nagyon jó döntés volt. Köszönöm szépen. Ez a szép könyv tehát főhajtás, mely a Magyar Kodály Társaság kezdeményezésére jött létre, és melynek megjelentetését természetesen örömmel támogatta a Magyar Művészeti Akadémia. Ugyanígy öröm számunkra, hogy itt a székházban kerül sor a mai eseményre. Nagyon szép, tartalmas délutánt kívánok mindannyiuknak. Köszönöm figyelmüket. Most következik egy csodálatosan szép kórusmű, amely sokuk számára azt hiszem nem csak ismerős, hanem szeretett és kedvelt darabja is Szőnyi Erzsébetnek. 6 középkori himnusz Sík Sándor fordításában Szűz Mária dicsérete. A művet a Magyar Kodály Zoltán Kórusiskola Leány Kamara Kórusa adja elő. Persze azért pontosan mégiscsak rendesen mondjam el, hogy a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Kamara Kórusa közreműködik Gulyás Csilla hárfán és Szevcsik Boldizsár triangulumon, a karnagy pedig Sapszon Ferenc, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 350 oldal, 85 írásmű, 7 fejezetben, grandiózus munka, Szőnyi Erzsébet emlékezete, az emlékkötet szerkesztője, és egyáltalán a munka elindítója is, Klára asszony. Légy szíves, foglald össze ezt a kezdeti első nagy nekibuzdulást, amikor azt mondtad, hogy még most sokan itt vannak közülünk, akik szeretik, ismerték, vele dolgoztak, tanítványai voltak. Még gyorsan állítsunk össze egy kötetet, de nem gondoltad te magad sem szerintem, hogy ilyen nagy vállalkozás lesz ez. Hát köszönöm a bevezető szavakat. Szőnyi Erzsébet élete közel egy évszázadot ölel át. A 20. század zenei életének jelentős területét vezette át a 21. századba. Sok eseményt elevenít fel a könyv, több oldalról megvilágítva, összefoglalva, mint egy kortörténeti dokumentumot vehetjük kézbe. Ez volt a szándékunk. Ennek a gazdag századnak a ragyogó alkotó egyénisége a zenei élet három nagy területét foglalta át. Erről szólunk legfőképp, mint tanár, zeneszerző és közéleti személyiség. Tudása és személyes varázsa óriási körzetet vonzott maga köré, hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. Halálának egyéves évfordulójára szerettük volna könyv formájában az emlékezés koszorúját átadni. Most megkérem egy szóra Évát, hogy mint egykori tanítvány szóljon egy-két szót, mert Zeneakadémiának legendás szólfés tanára volt Szőnyi Erzsébet, és úgy tudom, hogy te a tanítványa voltál. Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel köszöntök én is minden kedves kollégát. Igen, boldog lehetek, hogy 5 éven át tanított a tanárnő, 4 évig szólfést, és 5. évben pedig szólfés módszertant. És azt kell mondanom, hogy nekünk mindenképpen csodálatos életünk és nagy szerencsénk volt. Ezt az évfolyamot különösen is kedvelte. Van itt még kedves évfolyamtársam, akivel együtt töltöttük és üldögéltünk a padban. Sokszor kicsit remegve, mert olyan feladatokat kaptunk, amelyekért igen, meg kellett dolgozni. De ami a lényegét adta ennek az 5 évnek, a 4 évnek is, ez az ő szólfés füzeteinek, a zenei írás-olvasás módszertan füzeteinek a sorozata. Ez valami olyan kincs, amelyből mai napig, és azt hiszem talán évtizedeken, évszázadokon át lehetne meríteni. Tehát olyan széles műveltséget adott és megkövetelt, amire büszkék lehetünk, és hát azt hiszem, hogy aki onnan kinőtt, az hozott magával egy nagy-nagy tudást, egy nagy bőrönben, és azt egész életén át használhatja. Szőnyi Erzsébet megtestesítette azt a szemét, akit a Fekete György, mint a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusát apostrofált volna. Azt mondta ugye mindig, hogy megfellebbezhetetlen életmű, megkérdőjelezhetetlen hit, hitvallás. Ez jellemezte Erzsi nénit. Azt gondolom, hogy az ő emlékezete a műveiben, illetve a tanításában él tovább. Mi pedig ezzel a könyvvel köszönjük meg, hogy ismerhettük őt. Szeretném megköszönni a ma délután valamennyi résztvevőjének, a kitűnő kórusnak, Sapszon Ferencnek, Juhász Juditnak, Kollár Évának és Natter Klárának, hogy itt voltak velünk, hogy ezt a szép könyvet megoszthattuk önökkel, vigyük el jó hírét, és éljen sokáig az emlékezetünkbe, Erzsi néni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.